helyszín az egykori Torna vármegye központja és névadója, a Kassa és a magyar határ között fekvő Torna. Itt a várhegy alatt áll a középkori plébánia templom, ami 1357 után a várral együtt épülhetett meg. A gótikus és román jegyeket is viselő templom a sokszoros átépítés következtében kialakult átlagos külső ellenére is számos kincset rejt. Tornai plébános nagyon szívén viselte ennek az épületnek a sorsát. Eleve az nagy dolog volt, hogy ő meggyőzte ott az egész gyülekezetet arról, hogy érdemes a szentélyt egy évtizedig nélkülözni, mert az előkerült falképek annyira fontosak, hogy ez megéri. A 2000-es évek elején bukkantak rá itt először a középkori kifestés nyomaira. A restaurálás 2014-ig tartott. A magyar többségű település temploma ma a katolikus egyházhoz tartozik, de bevált szokás, hogy havonta szlovák nyelvű misét is tartanak. Ami a nyelv használatát illeti itten Tornán, hát merem állítani, hogy körülbelül 90%-a mindig is a magyar nyelvet használja, mint anyanyelvet. Három etnikum él itten. Vannak természetesen magyarok, mondhatnám a többségben. Szlovákok szintén vannak, házasság révén, akik bejöttek inkább, volt Csehszlovákia ideje alatt, tehát azoknak a gyermekei, akik vegyes házasságból származnak, tehát magyar-szlovák, azoknak a gyermekei ugyan ismerik a magyar nyelvet, tudják is használni, de már talán anyanyelvként inkább a szlovákot használják. És elég nagy a roma közösség, amely bővült 90-es években, ugyanis nagyon sok helyről az információim nem tévesek, akkor Kassáról fölvásárolva az itteni házakat behozták ide a romákat. Így hát vannak eredeti származású romák, akik nem olyan nagy számban vannak, és a többsége már úgy jött ide be. Belső falait barokk és kivételes minőségű középkori freskók díszítik. Az oldalhajó elázott freskói még ma is várnak a megmentésre. A gótikus ülőfülkék látszottak, de az ablakok részben el voltak falazva. A historizáló kifestés elszürkült. Amikor ezt eltávolították, minden falon és az ablakok káváiban is nagy felületeken kerültek elő freskók. Sajnos főleg a nagyszabású jelenetek károsodtak, pedig sokak szerint magas színvonalukkal a Kárpát-medence legjelentősebb középkori leletei közé tartoznak. Egy elég nagyméretű templomról van szó, tehát nem egy egyszerű falusi templom ez, hanem egy nemesi megbízók által építetett kegyúri templom, nagy falfelületekkel a szentélybe, és hát nagyon azt remélte mindenki, hogy nagy falfelületeken fognak falképek előkerülni. Aztán kiderült, hogy leginkább ott vannak ma meg a falképek, ahol az első kutatási szondákat nyitották, és amikor a teljes falfelületet feltárták, akkor derült ki, hogy nagyon nagyok a hiányok. Az viszont látszik, hogy nagyon jó színvonalú falképekről beszélünk, amely tényleg kiemelkedik az egész régiónak az anyagából. De itt tudjuk, hogy a 15. század elején luxemburgi Zsigmond király udvarában nagyon fontos szerepet játszó megbízó került Tornára, aki nem csak a Torna megyének az ispánja volt, hanem a horvát Szlavon bán. Úgy hívták, hogy Özdögei Besenyő Pál. Részt vett a nikápolyai csatába, és 1402-ben ő volt a sárkányos lovagrendnek, illetve ő is a sárkányos lovagrendnek az egyik alapító tagja volt. Tehát ennek alapján nyilvánvaló, hogy Zsigmondnak nagyon közeli embere volt. Tordán a részben magyar támogatással folyt helyreállítási munkálatokat Krühó János vezette. Az egykori kegyúr, Özdögei Besenyő Pál bán pedig az egész szentélyre kiterjedő dekorációval az udvari művészet kifinomultságát hozta a vár alatti településre. Az akkori magyar királyság egyik főméltósága egy díszes kelyhet is adományozott a templomnak, amit ma tornai kehelyként a Magyar Nemzeti Múzeumban őriznek. Biztos tehát, hogy kegyúrként ő garantálta, hogy Tornán egy színvonalas festőcsapat végezze el a munkát. A restaurátori kutatás kimutatta, hogy nem a reformáció következménye volt hogy eltávolították a freskókat. A kutatások kimutatták, hogy a 19. században egy ilyen nagyobb helyreállítás során távolítottak el ilyen nagyobb falfelületeket, és akkor veszett el a középkori festményeknek a nagy része. A restaurátor egy olyan
megoldást talált ki, hogy kifestésnek két periódusát mutatta be. Tehát egyrészt, tehát mind a kettőből megmaradtak töredékek. Tehát látható egy korábbi állapot, amikor a szentély az ilyen fehére vagy ilyen vajszínűre meszelt volt. Ebből a periódusból származnak ezek a felszentelési keresztek, és valamennyire az ablakoknak a kifestése is, tehát a kőkereteknek a kifestése, és a második réteg pedig ez az ösztökei besenyő Pálhoz, tehát a 1410-es vagy 30-as évekig datálható. Az egykori kifestés rendszere pontosan rekonstruálható. A lábazati sávban árkádok alatt ábrázolt női szentek övezik a szentélyt. A négy ülőfülke hátoldalán négy angyal kapott helyet. A diadalíven és az ablakokkal áttört falszakaszokon, az ablakok körül gazdag indadísz látható. A három sávban elrendezett narratív falképciklus fő témája Jézus élete volt. A szentélynek a helyreállítása történt meg kívülről is, ott nem találtak falképeket. Ablakokat szépen helyreállították, és tehát az fel van újítva. Itt a templomhajó még egy nagy kérdés tornán, ahhoz nem nagyon nyúltak ilyen műemlékes szemmel, ott elvileg még bármi lehet. Hasonló krisztológiai ciklusok láthatók Gömörben, Pelsőcön, Gecelfalván és Ochtinában például. Az ottani falképek hatásos, kicsi naív bája kvalitásában messze a tornai képek mögött marad. A hosszantartó restaurálások alatt persze a templomok zárva tartanak. Ami miatt a gömöri falképek igazán felismerhetőek, az egyfajta fokozott expresszivitás, az érzelmekre való nagyobb hangsúly fektetése, és egy ilyen kicsit nyújtott, kecses figurák. És ha ezt az ember alaposabban megnézi, ezek olyan stílusjegyek, amelyek az internacionális gótikának nevezett stíluskorszakba tartoznak, ami 1400 körül virágzott Európába, és ami egyébként a luxemburgi Zsigmond udvarában is a kedvelt stílus volt. És ez nem tisztán jelenik meg a legtöbb gömöri falképen, hanem ezekkel az itáliai elemekkel keveredve. A tornai templom freskói azok, amelyek tisztán az udvari stílusban készültek, tisztán a Zsigmond-kori internacionális gótika stílusát használják.